mennyiféle csövet kell egymáshoz szerkeszteni, és mikor mondjuk a csövekről, amikor ezek így össze vannak már így csavarozva, hogy na jó, ez egy szék. Tehát amíg csak ezt a csövet nézem, akkor ez miért egy cső. Hajlított cső. Tehát nem történik meg az átcsapás. Bele csavarok egy csavart, attól már szék lesz? Nem! Tehát nem a csavar csinálja. És ez meg egy műbőr, gyerekek. Tehát veszek az izébe boltba műbőrt. Hol szék ez? Lár András önálló estjén életvédelmi, mentálhigiéniás, megőrülésgátló szaktanácsokkal szolgált az érdeklődőknek, a buddhizmus végtelen kincsestárából szemezgetve. A nagy mulattató évtizedek óta foglalkozik a buddhizmussal, úgy érzi, az elmélyülés kulcsa a szellemi gyakorlat. Betegek vagyunk, így lehet mondani. Ez egy beteg társadalom, van egy beteg nép, aki nagyon sok oldalról megvan szívval, le van zsigerelve és le van nyomorítva. Óriási különbséget látok, hogy például ülök egy kávéháznak az én kiülőjében, ahol a utcán mennek emberek, és jön két jól öltözött, egy férfi meg egy nő, olyan 70 év körüli jól öltözött, mosolygós két ember, rögtön lehet tudni, hogy németek. Miért? Mert amikor magyar ugyanilyen idős, és ugyanilyen íz, akkor nyomorultul, meg ilyen az arca, és kullog, érted? Szóval az a helyzet, hogy a magyar embereknek az arcára rá van írva az a folyamatos stressz, amiben élnek, az a folyamatos húzzuk össze a nadrág szíjat érzés, érted? Szóval most az átlagemberről beszélek, nem a kiválasztott milliárdosokról, hanem az a sok millió, aki napról napra él, de már az apja is napról napra él, sőt már nagyapja is. De most ezekre az emberekre úgy érzem, hogy ráfér az, hogy olyan energiákat kapjanak, ami nekik jár. És az a belőlük fakadó energia, a tudatból fakadó, a jó érzésekből fakadó, a belátásból, a dolgok helyes szemléletéből fakadó plusz energia, az jár nekik, érted? Mert különben csak jön kívülről mindig a nyomás. Hát igenis jó, hogyha az ember foglalkozik végre olyan szempontból önmagával, hogy mik azok a képességek, amiket életre kéne hívnia ahhoz, hogy boldogan éljen, mert az sajnos az emberen magán múlik. Hiába vannak a körülmények, ha az ember rosszul van beállítva ő tudatilag az élethez, akkor ő boldogtalan lesz még akkor is, hogyha a körülményei jók. Tehát nem a körülményeken állapukik, hanem az ember saját beállítódásán, de mivel ezt nem tanítják, mert mindig az van, hogy te majd külső dolgokkal megoldod a boldogságot, hogyha veszel egy jobb autót, akkor boldogabb leszel, stb. Stb. És ez mind nem igaz. Tehát kell egy olyan szemlélet, aminek a révén az ember a kezébe kapja a saját boldogságát és a saját egészségét adott esetben. Ahelyett, hogy anyáznék, ahelyett megoldom úgy a közlekedési szituációt, hogy ne legyen gond, de megyek tovább, és akkor azt nézem, hogy hoppá, már dühös vagyok, tehát akkor van nekem dühöm. Ha van dühöm, annak valahol lennie kell. Mert ha nincs dühöm, annak nem kell, hogy legyen valahol. Vagy ha nézem, hogy hol a dühöm, de nincs, akkor ezzel meg is van oldva. Tehát magyarul akkor nincs dühöm. Ideig azért tudtam megcsinálni ebből a típusú előadásból már több mint 20-at, mert az embereket érdekelte. És átadták, ugyanazon a helyen volt 10 előadás. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyik közönséggel átadta a közönség többi felének, hogy gyertek, ez érdekes. Tehát úgy néz ki, hogy ez a téma érdekli az embereket, és hogy igazából mit profitál belőle valaki, az önmagán múlik. Ez a nagy érdekesség. Mert hogy ugye mi volt itt? Egy közös gyakorlás. 5 percig semmi más nem gyakoroltunk, csak azt, hogy figyeljük a lélegzetvételünket. És hogyha az ember ezt minden nap megcsinálná, akkor újra és újra bele tudna helyezkedni abba a nyugodt lelki állapotba, ami az alap. Tehát egy alapnyugalom, ami magabiztosságot ad az embernek, ha azt mindig újra és újra megtapasztalja. Akkor kiderül, hogy olyan ez, mint a tengernek a 100 méterrel mélyebben, már a tengerben már teljesen áll az egész. Az egy nagy nyugalom. És ugye a felszín hullámzik. Most az emberek ugye úgy élik együtt, ugye, akik nem gyakorolnak,
hogy ez egy folyamatos zűrzavar, állandó zűrzavar, de hogyha ő ki van kötve a saját tapasztalatához, hogy igazából emögött nyugalom van, és egy békesség, akkor a nagyobb erő ez a békesség, mint az, ami kívülről ide-oda veti az embert. Tehát ezért tartom fontosnak arra rávilágítani, hogy mindenki saját maga kell, hogy ezt megoldja. És mindenkinek a kezében is van. Képesek az emberek arra, hogy a saját sorsukat a saját kezükbe vegyék. Én úgy érzem, hogy most találkoztam először igazán az itteni közönséggel, és ők nagyon-nagyon... Én úgy érzem, hogy befogadók és nyitottak voltak, és hagyták magukat például belevinni egy gyakorlásba. Tehát egy közönség, aki hajlandó 5 percen keresztül csöndbe lenni, az már azt jelenti, hogy az a téma érdekli őt. Nem zizek közben, hanem ment, és tök csönd volt. 5 percig valóban csönd volt. Tehát lehet tudni, hogy tényleg az embereknek a 90%-a legalább valóban azzal foglalkozott, ami a gyakorlat. Lár András az előadás végén gyógyító zenével, mantrával ajándékozta meg a hallgatóságot.